Ebben a pillanatban elkezdődött a mérkőzés, a Kisfoci nagy szív sorozatunkban Izsapról jelentkezünk, ahol az izsapi foci 50. illetve 20. évfordulóját, megalakulásának 20. évfordulóját ünnepelik a Nagymegyer melletti kis községben, valójában Nagymegyerhez tartozik. Ugye Izsap közigazgatásilag, de hát a foci az külön életet élt 1972 és 1999 között. 27 éven át működött az izsapi foci, aztán 3 év szünet következett, majd 2002-ben vette át a Kosár István vezetőség, és hát most 20 év telt el, így aztán ugye 1972-ben 50 év, 2002-ben 20 éve, valójában 20-50-es évforduló jubileum Izsapon. Házidőtlák összeállítása a zöld sárgában. Húszassal a kapuba Varga Krisztián, a védelem jobbról Varga Kuba 5-össel, 13-tól Zoltán, 17-es Kosár István, 7-es Hajnok Károly, középpályással jobbról 15-ös Kozol Péter, 15-es Vörögy Gábor, 8-as Péter Károly, 9-en Ingo Csaba, és a csatársokon két legenda, két gólvágó, Szabó Tibi Brazil, 53 éves, és még mindig kötözik, és Legecki Gyuri, 10-essel, Lacinál és még két játékos egyébként. A legendáknál ugye két jubiláló is a kapuban, a Fulajtár Ferenc, Frankó TV mecénása, nemrég ünnepelte 40-20-35. Szülinapját, nem mondok, hogy a hűvös szám. Valószínűleg ez egy világrekord, 55 évesen volt a kapuban nála is véd. A legendák első lehetősége, Tomi visszakapja Hindát, ez a cselésű Hindát, és aztán várja Krisztián, picit elkormáskodta Hindát. Na nézzük a legendák összeállítását, hogy a kapuban egyesen tulajtán felé. Védelem jobbról a második jubiláló, a közelmúltban a 70. szülinapját ünneplő Leskip Pali, aki annak a dalszakból tagja, amely a második ügyet megnyerve a sárga-kék Dunaszerdei klubot följutatta annak idején, 1984-85-ös idényben a dalszak az élvonalban. 5-össel Varga Dezsi, 4-essel Bobbic Gyuri, negyedről középpályásról, jobbról 6-ossal Kalmár Lajos, korkedvezményes, 32 éves, Naszfadonkot is tudott. Na volt a Motyó Zoltán, aki elkeresedni 350 km-t, hogy Salgótarjánból, az ispályás Pucitornáról. Kinte közöbben tovább, oda, és a középpályán még 12-esen oda, Feri, Szemsiből van, de közeli, talán 5 kilométerre sincs a lovaskanya, ahol most a lovakat is nevel, és egykoron odaferi még a magnezit Jolsva, ott ilyen csapat, második ligában, és akármilyen csapat játszott. Aztán a Pozsony-Liget-faluban is profiskodott, és a csapásokban a gólvágó Martin Hindák, 8-assal, mindjárt visszatérek, hogy miért 10-essel látszik Novot a Motyó Zoltán, aki most szerzett labdát, és még 9-essel. A 9. percben lesz érdekes, és a csapásokban Hindák mellett. És itt az első lehetőség, megint Farga Krisztián, Domi beadása. Bombic próbálja, most szóval a csatársorban még Szabó József 11-essel, aki annak idején gólt irány volt. Szóval futszál bajnokságban, a junior élvonalban, inkább kispályás specialista, nem csomagán az anyag fordult. Harmadik ligában, negyedik ligában, sok négyedik, ötödik ligában, de inkább futszál specialista, nem Dadognál, Vatta, Szerintem a
Tomi kérte volna, de Varga Krisztián jutott. Ledecki vissza, Keres Gábor, aki egy nagy tehetség volt, valamiről érkezett a fociba, már túloldalon senki, Dominiktól kér elnézést, Palmár, jöhetnek bedobással a kizsabiak, nézzük, bejutottak. Sőt, hát Ollár Jernő volt az, hogy a kicsi prózítás, a 27-től a kettőt. Miért a naplót, a kicsi naplót, prózítát, a meccsekről. Volta. Ez már lőtávol, mindig Nolta. Szépesen a bal lábára teszi vissza. És tőle Zoltán lépett be. Marga Tibor, a báb, Dinga, Vörös, Bombic vele szemben, ez jó, ez az ívelés. Már szereli azonban Bolkár, Karcsi mindig játszik, meg egy 9 évesen, úgyhogy ő még aktív az átcsapatban is, időnként még beszáll. Pinte, 31-szeres szlovák válogatott, Nac, Inter Pozsony, Radi, a legendája szlovák magyar bajnok. Nagy szemben indított egyébként Szabó, a meccs egyetlen játékvezetője, egykori hazai utánpótlás nevelő edző Fulat Sándor, lesen látta Szabó. Ez is jó, Szabó vissza, Szabó Tibi, aki ugye Bősön tagja volt annak a legendás bősi csapatnak, mert 4 bajnokságot megnyerve egészen a második, még a harmadik helyén tornázta föl magát az 1990-es évek derekán, amikor is Gábor is megfordult. Bősön, Bóka, Medecki, oda szerelte, Pinte oldalra, már Pinte. Novota kéri el, minden mellett a Cseller, indítaná Tomikot, hajszál pontos indítás, de Tomik nem figyelt a vonalra, úgyhogy a vonalon kívül vette már le, jöhetnek bedobással a kizsapiak. Ott. Bóka. Motivi mélységből lódul meg, és ezúttal nem értik magad már sem Dingával, sem Szabó Tibivel. Már Novota, Szabó Józsi. Novota kérné vissza, meg is kapja. Novota kapussal szemben elfekteti a kapust, és 1-0-ra vezetnek a legendák. Novota ezzel megszerzi a legendák vezető találatát, kérem, a 9. percben, és most jön majd az, hogy miért 9-es mezben játszik eddig Novota, 1-0. Hát ugye a napokban elmondt Törőcsi András, futball legenda, magyar labdarúgás, tehát gyászol. Így most az ő tiszteletére, az ő emlékére szól. Majd nélküled, és ezért játszott a 9-es mezben Novota eddig, mert hát köztudott, hogy ő Újpest szurkoló, és hát Törőcsi András emlékét szentelünk egy kis szünetet azzal, hogy eljátszuk a nélküledet. Keserű a szomorú éneket, hiszen Csik András nélkül nem olyan lesz a magyar futball élet, mint vele volt. Isten nyugoszta a jobb kese, meg szétköztük a menedzser, a lila fekete gyászszalagokat a játékosoknak. Most
szóljon törőcsik. András, annyi mindent kéne, még elmondanom, és nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom, hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, mint a régi jó barátok, egyet mondunk, s egyet gondolunk. Vannak itt a határainkon túlról, fel a kezeket! Isten hozott benneteket, testvérek! Itthon vagytok! Patak, mint az odén rúgott kő, mint a fáradt vándor, némán enni kér, otthont, házat, hazát, nyugalmat már többé nem remél, s bár a lényeget még nem értette. Mint a leszakított hallgató virág, mint az 5 millió magyar, akit nem hallanak világ. Bár a lényeget